Köszöntöm Önöket! A Hegyvidék TV kulturális magazinjában ma a tánc és a zene kap főszerepet. Tartsanak velünk! Nem tánc, hanem szenvedély vagy életforma. Vagy leginkább a szenvedély életformája. Magázódós tánc, de nem a távolságtartás magázódásé, hanem épp a közelségé. Így fogalmazta egy táncoktató a tangó lényegét. Ezt a csodát, a tangót nem csak táncban, hanem zenében is lehet művelni. Még jobb, ha a kettőt ötvözik és élő tangó zenére táncolnak. Erre ad lehetőséget a Tangó Harmony Budapest minden érdeklődőnek. Most már itt, a Hegyvidéken is. Hiszen a tangó minden. A részletekről Bartak Katalin hegedűművésszel beszélgettem. Köszönöm, hogy elfogadtam meghívásomat, üdvözlöm itt a stúdióban. Köszönöm a felkérést, és szeretettel köszöntöm a nézőket. Hegedűművész ül velem szemben. Hogy jött az életébe a zene, a zene szeretete? Hát az tulajdonképpen egy alapvetés volt. A szüleim zenéltek, tehát innen azért ez jött. Édesanyám zongoratanár volt, persze elkezdtem zongorászni, aztán úgy döntöttem, hogy inkább hegedülni szeretnék, és aztán innentől már tulajdonképpen nem is nagyon volt kérdés. Ez csak úgy vitt magával a dolog. A tangó az hogy került a zeneszereted, a zenestílusok közé, amiket szeretett? Hát az egy elég speciális és ilyen különleges módon. Én alapvetően hajlamos vagyok arra, hogy azzal foglalkozzak, ami úgy megérint, és körülbelül 25 évvel ezelőtt történt, hogy egy rendezvény szervezéssel foglalkoztam, és egy cégnek csináltunk egy eseményt, és jóba voltam a cég vezetőjével, és a férje a kezembe nyomott egy CD-t, és ez egy Piazzolla CD volt, mondta, hogy ezt biztos szeretni fogod. És ezt meghallottam, és az volt, hogy hát ezt annyira, hogy szeretem, hogy ez az én zeném, és ezt akarom csinálni. És akkor megalakítottam, kerestem hozzá partnereket, társakat, és így alakult meg a zenekarunk, ami azóta most már ugye 25 éve működik, ez a Tangó Harmony Budapest. Kik a társai? Hát jelenleg, tehát az alapító társak, Lázár György zongorista, aki egyébként a Magyar Nemzeti Balettnek is vezető korrepetítora. Hát sajnos nem játszik már velünk, de Nagy Otto csellista is volt, csak ő már betegsége miatt nem játszik most a zenekarban. Később csatlakozott Piukovics Gábor, aki Nagybőgőn játszik, ő is több zenekarban, szimfonikus zenekarban játszik Budapesten, de hát egyébként világszerte járják az utat, illetve Barta Péter, aki pedig Bandoneonnal csatlakozott a zenekarhoz, ami mondjuk egy tangózenekarnál elég fontos, hiszen anélkül nem nagyon lehet elképzelni igazi tangózenekart. A közeljövőben a hegyvidéki lakosoknak is készülnek itt két eseménnyel is. Erről meséljen, kérem. Igen, nagyon sok szeretettel visszük, egy kicsit ilyen tangó követeinek is érezzük magunkat. Több okból az egyik az, hogy megszerettük akkor, és akkor elkezdtünk egy kicsit utána nézni, hogy jó, most Piazzolla azért az még nem a tangó, de hogy Argentina, a világ túloldala, és hogy mi is ez a kultúrkör, meg egyáltalán az is foglalkoztatott, hogy ez most itt Magyarországon nekem miért miért üt így szíven? Tehát, hogy miért érzem ennyire sajátoménak? És aztán rengeteg szálat találtunk, és ebből alakult aztán ki, hogy tényleg egyre jobban belástuk magunkat, és a Piazzolla zenéken kívül elkezdtünk a hagyományos tangókkal foglalkozni, hagyományos tangó zenékkel, valamint aztán egy idő után azzal, hogy az úgynevezett milongákon, ami világszerte a tangótáncházaknak az elnevezése, ott játszunk olyan zenét, amit a táncosok szeretnek, amire szóval olyan igazi talpalávaló tangózenét. És ez annyira jól sikerült, persze azért évtizedek munkája is benne belekerült, hogy egész a Covidig volt egy ilyen 5-10 éves, nagyon sikeres turné időszakunk, ilyen évi 70-80 turnékoncerttel, és hát ez egy nagyon, nagyon, hogy mondjam, tehát egy ilyen szárnyalásnak éreztük,
18-ban még Buenos Airesbe is eljutottunk, szóval ez egy igazán szép koronája volt, amit aztán a Covid lefejezett, de így viszont most így országon belül szeretnénk a tangot népszerűsíteni, és most eddig csak a zenei részéről beszéltem, de ami egy nagyon fontos része, hogy olyan 14 néhány évvel ezelőtt az a gondolat is csatlakozott ehhez, hogy hát azért, ha mi jó zenét szeretnénk csinálni, akkor meg kellene tanulni tangózni. Mert honnan tudjuk, hogy milyen egy tangósnak az, amit hall, hogyha fogalmuk sincs, hogy milyen táncolni. És akkor elkezdtünk tangózni, és személy szerint én annyi olyan egyéb hozadékát éreztem az életem alakulásában, tehát amivel támogatta a különböző probléma meg kommunikációt, a talponállásomat, elég nehéz időszakom volt akkoriban, és abból, ahogy kijöttem, tehát hogy én úgy utólag azt vettem észre, hogy ennek nagyon nagy része éppen a tangónak, illetve a tangóval létrejövő, vagy tangóval működő párhuzamokban rejlik. És így aztán, hát körülbelül a Covid időszakkal indult meg az, hogy elkezdtünk ezzel foglalkozni, hogy ismertessük a tangót, Mindenki tangója címen, azt kezdjük el ismertetni úgy, hogy egy kicsit bemutatót is tartunk, tehát játszik a zenekar, táncosok fellépnek, mesélünk róla, tehát kedvet csináljunk hozzá, valamint odajön tangó tanár is, és tényleg ki lehet próbálni a kezdeteket, sőt, egy ilyen kis utcatánc is lesz, most itt 4-én lesz ez az önkormányzat és a kulturális szalon között a téren, nem tudom annak mi a neve, vagy van egyáltalán. Szóval a szabadtéret tervezünk, persze a rossz időben be lehet majd menni a szalomba valószínűleg. Szóval, hogy ezt elkezdtük vinni egyre több helyre, és elég nagy sikerrel bonyolítjuk, mert utána sokakkal találkozunk különböző más helyeken, akik itt meg ott, ezeken a Mindenki tangója eseményeken találkoztak magával a tangóval, és aztán utána már egy kicsit a figyelmük rányílt erre a kérdésre. A másik, ami szintén kapcsolódik ehhez, ez az egész projekt tulajdonképpen itt a 12. kerületben úgy indult, hogy támogatást kaptunk arra, hogy ezt csináljuk, és ezt nem csak magát, ezt a Mindenki tangója, hanem van egy olyan programunk, a címe az, hogy Szívbajok ellen kisasszony szedjen tangót, hát ez a híres Kalmár Pál számból vettük, ami kifejezetten idősek számára szól, tehát nyugdíjasoknak javasoljuk, ugyanis nincs még egy olyan tánc, ami 60, 70, 80, 90 vagy akár 100 évesen is művelhető lenne. A tangó viszont ilyen. És nem csak, hogy művelhető, és ha képes rá valaki, akkor örömet tud adni, hanem fordítva, hanem hogyha elkezdi ebbe az irányba egy kicsit fejleszteni magát, ez visszahat az összes más folyamataira, tehát például az ilyen demenciális folyamatok is kiegyensúlyozhatók, akár javíthatók, tehát nagyon sok ilyen élményünk van, most már több kerületben működnek ilyen programok, és van, ahol csak alkalmi jelleggel, de van, ahol visszajáró jelleggel, és nagyon nagy élmény a saját számunkra is látni, hogy azok az idősek, akik adott esetben csak úgy kíváncsiságból éppen oda döcögnek, hogy hát ők úgy se, meg. Tehát ugye egy kicsit belé is épült a tudatukba, hogy de hát ilyen idősen én már biztos nem fogok tudni semmit. És amikor egy kicsit elkezdjük azt bontogatni, hogy tulajdonképpen milyen egyszerű, és mire kellene egy kicsit a figyelmét ráállítani, onnantól kezdve rájön, hogy ez nem is olyan bonyolult, sőt, egy csomó olyan, tehát neki is jó érzés az, hogy hát volt, aki jött, büszkélkedett, hogy jaj, most már a buszhoz is úgy megyek, hogy figyelek rá, hogy tartom magam. Egyébként alapvetően azt gondolom, hogy ez természetes lehetne, de nem, mert valahogy sok idős számára úgy beülepszik az, hogy hát most már így van rendjén, és akkor nem ad ezekre már annyira. Nem ad rá, igen, meg az is van, hogy
kényelmesebb mindig belül maradni a kényelmi zónán, de ugyanakkor minden igazi jó dolog kívül van, tehát azért meg érdemes megmozdulni. Tehát a második alkalom, amit említett, az kifejezetten inkább az időseknek szól, igen, ha jól értem. És az első alkalom, ami a kulturális szalon előtt lesz, az pedig oda kiket várnak? Tehát oda mehetnek párok, fiatalok, idősebbek? Vagy az kinek szól igazán? Hát azért mindenki tangója a címe, mert mindenkit várunk, ugyanis itt pont azt szeretnénk bemutatni, hogy tényleg idősek számára is, de fiatalok számára is. Tehát annak idején, amikor ugye hát ez egy nagyon, szerintem egészen egyedülálló maga a kialakulása is a tangónak, hiszen még a 19. század végén, amikor elindult a, hát innen nézve kivándorlási hullám, de ugye onnan nézve bevándorlási hullám, ugye Buenos Aires, Montevideo, még hát ugye Argentina, de ugye ott voltak a nagy kikötők, ahova százezrek érkeztek naponta, de a világ legkülönbözőbb helyeiről, nyelvi, kulturális, mindenféle közegük más volt, tehát ez egy olyan olvasztó tégely volt, ami tulajdonképpen a tangó egy táncban képez le. Nem csak táncban, tehát zenében és táncban. És szerintem egy nagyon fontos része pont ez az, hogy miért érezzük saját magunkénak is, mert nagyon sok itteni kulturális vonzata, vagy vonala, vagy párhuzama is van. És utána ez így oda-vissza egy kicsit elkezdett. Utána később Európában, ugye a 1920-as évek táján ugye átkerült Európába, akkor itt is kapott egy lendületet, és hát ugye Argentinában aztán fejlődött ugye a tangó arany korszaka, utána következett, és jött egy kicsit ilyen feledési időszaka, de azért az idősek megtartották, és a régi tangó klubokba jártak. És elkezdett feltűnni a fiatalabbaknak, hogy tényleg hogy van ez, hogy akik járnak a tangóban, mennyivel jobb állapotban vannak, lelkileg, szellemileg, ez nem, tehát fizikailag is természetesen építi az embert, de én szerintem a hozadéka a sokkal gazdagabb ennél, tehát az, ahogy az embernek a figyelmét, tulajdonképpen ha táncol az ember, az egy ilyen meditációs állapot, az egymásra hangolódást, ez mindegy olyan lelki tevékenység, vagy szellemi tevékenység, ami nagyon erősen építő. És hát ugye, amit az ember gyakorol, épít, az pozitív irányba fejlődik, amit nem, az meg negatív irányba is az időseknél. Én azt gondolom, hogy nagyon sokaknál ott van a baj, amikor valamiért ez elengedődik, vagy most ezt bocsánat, hogy ilyen rosszul mondom, tehát hogy amikor nincs meg az energia a pozitív irányba való előrevívés felé, hanem ugye elfogadjuk azt, hogy hát ez nem baj, ha romlik, mert ez így van rendjén. És amikor viszont megvan ez az irányultság, ebben nagyon sokat tud támogatni a tangó. Annyira egyébként, hogy aztán elkezdték kutatni, és aztán egy csomó gyógymód, meg sok mindenbe beépítésre került, és éppenséggel azt elég büszkén is mondhatom, hogy itt Budapesten is például több egyetem elfogadja torna, vagy hogy mondják, testnevelés helyett, ha tangóra járnak. Azt kiváltja. Igen, tehát azzal ki lehet váltani, mert a fiatalok rájöttek, hogy stresszkezelésre, például ugye a vizsgaidőszakok terhelésére, egy csomó mindenre, koncentrációfejlesztésre, mennyi mindenre, egyszerűen valahogy nem tudni, hogy, de támogatja őket. Önök mit tapasztalnak mondjuk egy ilyen alkalomkor, ami negyedikén is lesz itt a Hegyvidéken, hogy zenélnek, és látják mondjuk a fejlődést, hogyha valaki ez oda megy egy szakoktató, és látszódik a fejlődés egyes embereken? Vagy volt már olyan, hogy kiderült, hogy egy vérprofi tangós került a klubjukba? Hát a maga az ilyen fejlődés történet az alapvetően nem egy ilyen egyszeri alkalom, inkább az, amikor valakiről tudjuk, például találkoztunk, most idén is volt egy ilyen nagyon kedves történet, hogy az egyik ilyen szabadtéri eseményünkre oda jött valaki, aki
akivel több mint egy éve nem találkoztunk, de egy ilyen eseményünkön jelent meg, illetve nem jelent meg, hanem mi mentünk oda, mert ez egy idősek otthona volt, de ő már akkor eljött erre, mert ezt látta, hogy ez egy nyilvános esemény, és ez akkor érdekelte. Illetve hát ugye van saját, tehát a társaság, az Archarmoni Társaság, ami a zenekart is működteti, ennek működtet egy ilyen közösségi teret, az az Archarmoni Stúdió. Itt tartjuk a milongáinkat, ami azért Európa szerte egyedülálló, ugyanis ez az egyetlen olyan, ami minden alkalommal élőzenés. Hát persze, hogy azt hiszem, a zenekarnak a milongája, de jelenleg közelebb Buenos Airesben van. És hát az volt a minta, mert amikor én Buenos Airesben jártam, és akkor voltam ezen a milongán, hogy és ez minden vasárnap, és a zenekar saját milongája, hát ilyet csinálni kell. Na és aztán így jött létre, ez 18 óta működik, és annyira, hogy még a Covid alatt is, akkor nem jöhetett be senki, de közvetítésben tartottuk tovább a koncerteket, és a világ legkülönböző tájairól kaptunk visszajelzéseket. Szóval nagyon jó visszajelzéseink vannak, és ez gyakorlatilag éltet és visz tovább folyamatosan. Hogy amióta elkezdett táncolni, mi változott meg? Mit tud azóta többet adni mondjuk zene által? Ha hallok valakit, akkor tudnék neki instrukciókat mondani, hogy most így próbáld meg, vagy úgy, vagy hogyan abból, hogy az szerintem tangóbul szóljon. Na, bocsánat itt a fura megfogalmazásokért. De így általánosságban nem tudom. Tehát ehhez kell az, hogy az ember sok száz vagy ezer órát akár hallgasson tangózenéket, hát mondjuk játszon is, tehát az is megöttünk van. Nyilván. De nem is csak, tehát hogy van olyan, amikor például ez nagyon kedves élmény volt, hogy néhány héttel ezelőtt itt volt, bejelentkezett a milongánkon két argentin zenész, hogy ők szívesen jönnének zenélni. Hát mi csak így néztünk, hogy hú, hát persze, hát gyertek, de mit csináljunk, hogy csináljuk, hát készülési idő semmi nem volt. Jó van, hát akkor megállapodtunk, akkor jönnek kedden, zenélünk együtt a milongán, ez már biztos, hát akkor délután azért jöjjünk össze, és találjuk ki, hogy mit is csinálunk. És ebbe teljesen természetes volt, hogy voltak zenék, amiket ők ismertek, voltak, amiket mi ismertünk, összeraktuk, volt ebből, ami azt mondtuk, hogy ezt inkább nem, mert most így, tehát hogy úgy érezzük, hogy most ebben a néhány órában nem fér bele, hogy ezt olyan, hogy mondjam, mindenki jó érzése szerinti állapotba hozzuk. Viszont az is benne volt, hogy hát volt olyan zene, amit ők, nekik, tehát ők ismertek, de én is ismerem, soha nem játszottam, de hát én is ismerem, hiszen ezerszer hallottam, hát és akkor nem volt gond, hogy együtt játsszuk. Tehát azért ez is benne van, tehát egy ilyenfajta gyakorlata is van. Meg az, hogy én nem tudok ugyan spanyolul, hasznos lenne, ha tudnék, hát még nem fér bele az életembe, hogy megtanuljak, de az, abban egészen biztos vagyok, hogy még a zene is spanyolul szól, tehát egész más az artikulációja, tehát teljesen más az a magyaros Bartókos, ugye az első elején lévő, tehát a szó elején lévő hangsúllyal, tehát egy másfajta hangsúlyozási, és ebbe egy kicsit át kell hallgatnia magát az embernek. Tehát, hogy nem ez hozza a fülem, hanem azt. Akkor is, ha nem tudok spanyolul, de azt gondolom, hogy ezerszer tangóbul és spanyolabbul zenélek most, persze a tangót zenélek, mint mondjuk például 20-25 évvel ezelőtt. Más a lüktetése. Más a lüktetése, és mások az arányai, meg hogy a fontossági arányok, hogy mi hová esik. Mert egyébként mondjuk a összességében ugyanúgy 4-8 ütem, és ezek periódusok, tehát ezek az alapvető zenei szabályok ugyanazok. Hát de azon belül óriási a különbség. Ha jól tudom, mozgáskorlátozottaknak is esélyt adnak arra, hogy tangózzanak. Erről meséljen kérem egy kicsit. Igen, ez a mindenki tangója dolog, ebben ez is benne van. Van egy nagyon kedves barátunk, vagy barátnőnk, inkább így mondom, Pazzagli Ágnes, aki hát tolószékbe kényszerült, és
Az ő története azért érdekes, mert ő így mesélte, hogy ő gyerekkorában is mindig azt álmodta, hogy ő táncos szeretne lenni. Tehát ezt a gyermekbénulás kapta el, vagy szóval, hogy, hogy ezzel gyakorlatilag ez kizártá vált. És aztán már jó későn felnőtt, de már lehet, hogy már akár nyugdíjas korában, tehát hogy nem egész életében volt erre lehetősége, de akkor került egy ilyen kerekesszékes táncos közösségbe, és én úgy ismertem meg, hogy ő érdeklődött a tangó iránt, és hát én is elkezdtem érdeklődni iránta, mert egyébként egy nagyon kedves személyiség, és amúgy is foglalkoztatott az is, hogy hát nem, mit lehet kezdeni, lehet-e, és van-e kedve kísérletezni azon, hogy tudunk-e azzal valamit kezdeni, hogy tangó és kerekesszék és kapcsolatteremtés úgy, hogy esély sincsen arra, hogy fizikai kontaktusba kerüljön a partnerrel. És ebbe Kelemen László, aki a Tango Flow tangóiskolának az egyik tanára, ő volt partner, de egyébként azóta mások is már így akik ezeken a mindenki tangói eseményeken fellépnek és bekapcsolódtak. De hát ő vele csináltak egy olyan produkciót, tehát mindenki vállalta ezt a kísérletet, hogy színpadon, közönség előtt, a szabad téren, tehát kapnak egy zenét, és arra tényleg az az alkotás létrejön. Tehát anélkül, hogy előre készültek volna rá. Abszolút improvizáció. És a tangó eleve is erről szól. Tehát, hogy nem csinálnak koreográfiát, hanem ezt a figyelek a másikra, vezetek és követek. És ezt a két szerepet megvalósít, és ez olyan gyönyörű produkció lett, hogy hát amikor csak ráérnek, akkor igyekszem mindig hívni őket. A beszélgetésünk vége fele közeledve nagyon érdekelne még, hogy ugye a tangónak rengeteg műfaja van. Mennyire nyitottak mondjuk az újabb műfajokra, mondjuk egy elektronikus tangóra, vagy önöknél mi hallható legfőképpen? Mikre lehet táncolni elsősorban? Hát nyitottak vagyunk egyébként, és minket is nagyon izgatnak az újabb lehetőségek, de inkább alkalmazkodni szoktunk az érdeklődéshez. Ez alatt azt értem, hogy a mi milongánk az alapvetően egy hagyományos milonga, de azért ebbe belefér az, hogy néha játszunk mi is ilyen úgymond neo vagy modern zenét, amit mi is elektronikus alappal, vagy tehát itt saját magunk is elektronikusan állítottunk össze. Egyébként meg akusztikusan játszunk el, tehát nyilván hangosítással, ahol kell, de alapvetően mi nem elektromos tangót játszunk. Vannak viszont ilyen számaink, és azt vettük észre, hogy mondjuk a turnékon főleg, hogy nagyon különbözőek az egyes klubok, és azoknak az érdeklődési köre, és tulajdonképpen ez elég széles a repertoárunk, hogy tényleg nagyon széles skálán tudunk alkalmazkodni. Van, ahol piacol a zenéjére azt mondták, hogy jaj, nem, arra nagyon nehéz táncolni. Tényleg nehéz táncolni, de annyira gyönyörű, és ha meg valaki már tud, akkor meg annyira élvezetes. De van, ahol nem. Van, ahol meg jaj, piacol a végre már, és akkor játszatok. Szóval mi ebbe teljesen arra szoktunk hagyatkozni, hogy a fogadó hely mit szeretne. És mondjuk a mindenki tangója esemény az azért jó, mert itt nem más kell, hogy meghatározza, hanem így vegyesen szoktunk belerakni mindenféléből, amit szeretünk. És még azt is megemlíteném, mert most már így az utóbbi időre ez is egy nagyon fontos része, hogy Lázár György, aki ugye már említettem, a zongoristánk, a zeneszerző is, és egyre több olyan darabja van, amit a zenekarunk számára ír, hát ezeket is nagyon szeretjük, meg a közönség is nagyon szereti. Volt olyan, hogy argentin táncos jött oda, hogy ez mi volt, ezt nem ismeri, és kicsit meg volt szeppenve, hogy lehet, hogy ő nem ismer valamit. Hát mondtam, azért, mert hogy a mi zongoristánknak a darabja, és hogy ezt kéri, mert hogy ez neki úgy tetszik. Jelenleg készülnek valamivel a pécsi tangó ünnepre, ami most lesz hamarosan, szeptember végén. Hú, de felkész. De köszönöm szépen a kérdést. Igen.
Ez egy fantasztikus történet, ez a pécsi, mert ez egy négy éves és olyan fejlődés történet, ami az én látókörömben teljesen egyedülálló. 4 évvel ezelőtt azzal indult, hogy még teljesen ilyen charity módon mentünk le zenélni, meg Budapestről lejöttünk sok több kocsival, így táncosok is. Ugyanis az ő kormányzat úgy döntött, hát nyilván volt előzménye, például az, hogy felkutatták, hogy a tangó 99 év óta tiltott Pécsen. És akkor volt egy ilyen ünnepélyes feloldása, vagy új döntéssel, hogy feloldották ezt a tiltást, és akkor volt egy ilyen első, az még csak egy ilyen a főtéren lévő milonga élőzenével, és akkor lehetett szabadon táncolni. Következő évre már ennél sokkal komolyabb volt, mert ott már programok is voltak. Tavalyra már 2 napos, uh-huh. de 2 nagyon gazdag napos, tehát reggeltől estig események és bál. Idén meg már 4 napos, és fantasztikus gazdag eseményekkel, és ami nagyon fontos része, hogy mindenkit igyekszik bevonni, aki Magyarországon a tangóval foglalkozik, tehát ott lesz az összes tanár, tulajdonképpen egy kivételével, akik tulajdonképpen hát azért maradtak ki, mert egy, már lehet, hogy ezt inkább nem is érdemes belerakni, mindegy, most már végigmondom. Jó. Mert egy pályázatunk volt arra, hogy egy közös műsort velük rakjunk be, de az a pályázat nem lett támogatva, és aztán az a műsor nem került bele, és így végül is kimaradtak ebből az ünnepből, és ezért nem mondhatom azt, hogy mindenki, de tényleg Budapestről lemegy az összes, majdnem az összes jelentős tanár, órákat is tartanak, egész nap mennek nyilvános programok a tangó stílusairól, korszakairól, hát és ami nagyon nem mindegy, a tavalyi világbajnokokat a követség felkérte, és oda jönnek, és bemutatót táncolnak, sőt, a tanároknak órát is tartanak, azt hiszem, a bálon is föl fognak lépni, szóval fantasztikus, gazdag programmal, és ebben nekünk 3 olyan saját eseményünk van, amivel mi készülünk. Egyrészt egy mindenki tangója, amivel az egész még csütörtökön indul, utána az esti a főtéren a milonga, ami illetve hát ilyen flashmob-szerű, mert hát van egy ilyen tangódottónak hív, egy kis vonat fogja szállítani az embereket, ilyen flashmobos különböző helyeken megállnak, táncolnak kicsit, ők is fölérkeznek a főtérre, mi is a saját buszunkkal megérkezünk, kiszállunk és játszunk, szóval egy ilyen érdekesség lesz, és pénteken pedig a Tango Harmony 25, mert hogy közben ugye 25 évesek lettünk, és ennek lesz egy koncert, amivel hát a 25 év színeit úgyse lehet bemutatni, de megpróbáljuk, tehát, hogy mindenhonnan válogatva egy kicsit. Méltó helyszín lesz ez a születésnapra. Abszolút, abszolút, igen, köszönöm. És így végül egy személyes kérdést engedjem meg, hogyha egyetlen egy dolgot kéne említeni, amit a tangó tanított az életről önnek, mi lenne az? A kapcsolat. Tehát kapcsolatteremtés másokkal, hogy tudok úgy megállni a saját lábamon, hogy eközben együtt is működök, de nem támaszkodok rá, de tehát hogy lehet ennek a finomságát szabályozni. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elfogadta a meghívásomat, és nagyon jó tangózást kívánok önöknek itt a hegyvidéken is. Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy velünk tartottak. Adásunkat visszanézhetik a hegyvidéktv.hu-n vagy a YouTube csatornánkon. Friss kultúrponttal jövő héten, szerdán, este 8 órakor várom Önöket. Addig is a viszontlátásra!